folytak sokat töltek egyszerűsítését, jól láthatóan ezeken a feladókban is, csak egy tényező, egy tagból áll a nevező. Itt ugye megtanultuk, hogy csak szorzó tényezővel lehet egyszerűsíteni, tehát itt is akkor a számlálóban megpróbálom kiemelni, amit tudunk. Hát út ki lehet emelni jól láthatóan, tehát U-szor, U-3 lesz ebből, a gyökút pedig átírhatjuk U az 1/2 alakban, és akkor ugye itt majd a hatványozás azonosságait tudjuk alkalmazni, hogy U per U az 1/2 egyszerűbb alakra hozzuk. Ilyen alakban átírjuk, hogy jobban lássuk a hatványozás azonosságait, amit használni fogunk. Ugye U per U az 1/2-ből lesz ugye a felsőnek a kitevéből kimegy az alsó kitevé, tehát U az 1/2 szorozva U-3. Ezzel a feladat készen is van, de tovább írhatjuk ilyen C-szer X az alfadékon alakban, mint a korábbi feladatban itt csináltuk, hogy U a 3/2 mínusz 3-szor U az 1/2, ugye minden tagot minden tagba beszoroztam, néha ilyen alakra van szükségünk, úgyhogy gyakoroljuk ezt is. Következő feladat hasonlóan működik, itt is a számlálóból ki tudok emelni P-t, és akkor marad 2P mínusz 1, a nevező pedig átírható úgy, hogy P a 3/2, ugye a gyökvonás az 1/2 a kitevőben, és akkor hasonlóan, mint az előző feladatban, itt is, hogy a hatványozás azonosságait jobban lássuk, ilyen alakra átírjuk, és akkor itt is ebből a P per P a 3/2 a felső kitevőjéből, ami 1, abból kivonom az alsót, tehát P a mínusz 1/2 szorozva 2P mínusz 1 alakba írható a kifejezés, és akkor itt is a feladattal készen vagyunk, de még beszorozhatunk minden tagot minden tagba, mint az előzőben, hogy, és akkor megkapjuk, hogy 2-ször P az 1/2 mínusz P a mínusz 1/2. A következő feladatban itt nem tudunk semmit se kiemelni a számlálóból, mert itt a konstans nem tudunk X-et kiemelni, tehát igazából ezt a törtet nem tudjuk egyszerűsíteni, de megtehetjük azt, amit a korábbi feladatban is csináltunk, hogy ilyen C-szer X az alfadékon alapba átírjuk, tehát akkor azt csináljuk, hogy gyakorlatilag szétszedjük tagonként, tehát lesz egy X négyzet per köbgyök X, tagonként leosztok tulajdonképpen mínusz 3-szor gyök X osztva köbgyök X-el plusz 1 per köbgyök X, és akkor hogy tudjam használni a hatványozás azonosságait, ugye ezekben a feladatban is átértem a gyököket X hatványba, tehát ez itt X az 1/3-on, ez itt X az 1/2-en, ez is itt X az 1/3-on, és ez is X az 1/3-on, tehát akkor az lesz az eredmény, hogy tehát X, itt X négyzetet leegyszerűsítem X az 1/3-onnal, ugye, tehát 2-ből le kell vonjak 1/3-ot, 2 az ugye 6/3, 6/3-ból 1/3 az 5/3, tehát X az 5/3-on, mínusz a 3-as szorzó tényezőt, azt leírom látszalatlanul, és akkor X az 1/2-en kell leosszom X az 1/3-onnal, tehát 1/2 mínusz 1/3-ot kellene kiszámoljam, ugye a közös nevező az 6, tehát 3/6 mínusz 2/6, ami 1/6 lesz ennek a kitevője, tehát 3-szor X az 1/6-on, és végezetül plusz, ebből lesz X a mínusz 1/3-on, ahogy megtanultuk a számozás azonosságainál. Oké, az utolsó feladat, az is hasonló ehhez, nem tudunk X-et kiemelni, tehát nem tudunk majd X-el egyszerűsíteni, tehát hasonlóképpen járunk el, mint itt, tehát egyszerűsíteni nem tudunk, de ilyen alakba át tudjuk írni. Ebből akkor lesz, alul a nevezőben lesz X-a, hát már egyből át is írhatjuk X hatványalban, tehát X az 1/4-en lesz, fölül a számlálóban pedig X a 2/3-on, plusz 5-ször X az 1/2-en, mínusz 2, és akkor itt is tagonként leosztok, tehát lesz egy, ugye, X a 2/3-on per 3-szor X az 1/4-en, meg, ugye, 5-ször X az 1/2-en,
per 3-szor x az 1 negyediken, illetve mínusz 2-ször, mínusz 2 per 3-szor x az 1 negyediken, és itt is a hatványozás azonosságait használom. Ebből ugye először a konstans szorzó tényezőket leírom, az lesz egy 1/3. Itt a 2/3-ból le kell mondjak 1/4-et, ugye 2/3 mínusz 1/4, közös nevezőre azok itt is, a 12 lesz, tehát az elsőt ugye 4-jel bővítettem, 8, 12, mínusz, pedig 3, a 3, 12, az 5, 12 lesz az elsőnek a kitevője, tehát 1/3-szor x az 5, 12-en, meg, és a konstans szorzó tényezőket kihozom elé, tehát 5/3 szorozva, ugye 1/2-ből 1/4 az 1/4 lesz, tehát x az 1/4-en, és mínusz 2/3, és akkor az 1 per x az 1/4-enből lesz x a mínusz 1/4-en, és ezzel készen.